Legfeszítettem próbálkoznak az orvosok, hogy életben tartsanak, de itt hiába. Tudom, hogy nekem eljött az a bizonyos óra. Nehéz, nagyon nehéz dolog ezzel foglalkozni. Egyrészt, mert olyan helyzettel törődik most, ami a vége, tehát egy életnek a vége. Nem véletlen, hogy a táska, amivel játszom, az az anyám táskája, amit a kórházból hoztam el, miután meghalt. Úgyhogy nagyon sok közöset érzek az anyám meg az én sorsomban, meg ennek az anyalányának a sorsában. Nagyon nehéz, fájdalmas dolgokat boncol, amiről igazából az ember nem is nagyon tud alkalmazkodni, mert szinte lehetetlen. Ez egy teljesen hétköznapi dráma, az én véleményem szerint. Ez minden családban szinte kottára ugyanígy zajlik le, hogy a szülőpárból az egyik elmegy, a másik ott marad, nyilván tehetetlenebbül, bicebócábban, akkor a gyereknek illik beleállnia ebbe a történetbe, és hogy mennyire nem vagyunk rá képesek, mert nekünk is a napi gondjaink, és egyáltalán miért kell nekem ezzel, hogy miért így, miért ezt akarja, miért most akarja. Zizával értek egyet, mert ő is felépített egy otthont. Ott is vannak szabályok, úgy, ahogy anno az anyja otthonában is voltak. Menni kell utána és elfogadni. Egyiküknek se, és mind a kettőjüknek igaza van. Mind a ketten a maguk módján tudják csak kezelni a létezést, a saját létezésüket. És hát ez nem mindig találkozik, sőt, többnyire nem találkozik. Hogy azért el lehet menni egy kicsit a városba, ismerkedni vele, nem csak otthon ülni és emészteni magunkat, hogy borzasztó az élet. És hogy jaj, miért nem én főzök, meg miért nem én takaríthatok. Örüljön neki, amúgy is ott van neki egy társaság, a Teréz. Én, mint Teréz, én ezt egy külső nézőpontból követem végig, és én az összes igazságot látom egymás mellett. Ha egy valóságsóban lennénk, és ki kéne szavaznom valakit, akkor én Izát küldeném haza. Én a saját korosztályomnak azt mondanám, hogy nézzétek meg, és nagyon gondoljátok át a dolgokat, és tanuljatok belőle. És most gondoljátok át, és ne majd akkor improvizáljatok az életetekben. Csupa olyan öreges tanácsom lenne, amit úgyse fogadnak meg. De hogyha hajlandóak egy picit is szembesülni saját magukkal, vagy hajlandóak egy picikét belegondolni, hogy mennek az évek, hogy lesznek ők is 10 évvel később, vagy 10 évvel idősebbek, meg még többen, hogy ha megengedik maguknak azt a luxust, hogy egy picit előre néznek, akkor talán megértőbbé tudnak válni a generációk, a fiatalabb generációk az idősebbek iránt. Nincs más, a hétköznapokat jobban megélni, kicsit jobban alkalmazkodni, meghallani egymást, tapasztalatokat szerezni, tehát jobban megélni az életünket a hétköznapokban. És ezek olyan közhelyek, meg olyan triviális dolog, hogy szeressük egymást, hogy próbáljuk elmondani, amíg lehet, amíg tudjuk, hogy fontos vagy, hogy szeretlek, hogy ügyes vagy, hogy én tisztellek. Tehát ilyesmit, amiket sosem mondunk ki.